hogy mi lenne a feladatod, vajon miért nem indulsz el? Szeretettel köszöntelek, Németi Erika vagyok, önismereti tréner. Nagyon sok konzultáción hallom azt a kérdést, hogy Erika, én tudom, hogy mit kéne csinálnom, de mégse teszem. Nem is értem magamat, miért nem indulok már el? Annyira aranyos ez a kérdés, mintha nekem kellene azt megindokolnom, hogy vajon mi is lehet a vendégemben az a blokk, ami miatt ő nem cselekszik. Hát mindig sokkal-sokkal egyszerűbb a válasz, de mégis most hoztam egy nagyjából általános érvényű, nagyon alap okot, magyarázatot arra, hogy vajon miért halogatsz, vagy miért nem teszed meg a lépéseidet a jobb, boldogabb jövő felé, akkor se, ha egyébként már van róla elképzelésed. De először nézzük, hogy milyen példák kapcsán szokott fölmerülni bennetek ez az akadály, hogy tudom, hogy mit kéne csinálnom, de mégse teszem. Például volt olyan vendégem, aki azt kérdezte tőlem, hogy nagyon szeretnék lefogyni, és tudom is, hogy mit kéne csinálni. El kéne járni edzeni, vagy futni, vagy mozogni kellene, és hát diétáznom. És hiába tudom, hogy mit kéne csinálni, Erika, egyszerűen nem tudom csinálni, mert a harmadik nap után az egészet abba hagyom. Vagy, nagyon klasszikus, tudom, hogy nem boldog a párkapcsolatom. Már hónapok, évek óta gondolkodom azon, hogy fel kellene állnom belőle. Hát a párom is boldogtalan, és én is. És mégsem teszem, Erika. Pedig már tudom, már itt van a nyelvem hegyén, hogy kimondjam és cselekedjek, és mégsem lépek előre semennyit sem. Vagy a kedvencem, látom, hogy a sarokban ott áll egy csomó kacat, és rumli van a lakásban. Tudom, hogy el kellene onnan almolnom ezeket, és mégse teszem meg. Mondd, Erika, vajon miért nem teszem meg? Vagy tudom, hogy alapítanom kellene egy vállalkozást, mert már nagyon itt van bennem ennek az igénye, és hát olyan klassz terveim és ötleteim lennének, de mégsem indulok el. Nem értem magamat, miért nem teszem? Vajon mi fékez engem belül, hogy egy tapottat sem teszek annak érdekében, amit egyébként elképzeltem. Mi lehet vajon a halogatásod oka? Az a helyzet, hogy a halogatások oka úgy általában mindig az, hogy félsz. Mitől félsz? Természetesen a jövőtől, a jövő ismeretlenségétől, mert a jövő ismeretlenségében elképesztően sok olyan veszély, nem várt körülmény keletkezhet, amelyekre most ugyan nem gondolsz, de adott esetben dugába döntheti a terveidet. És bizony az ismeretlent, amíg nem sikerül feltérképezni, teljes bizonyossággal felkészülni minden várható hatásra, addig csak ezeket a lehetséges kifogásokat fogod gyártani az elképzelt és elképzelhetetlen veszélyekről. Szóval az ismeretlen az mindig félelmet fog az emberi elmében keletkeztetni. A halogatások oka tehát nem más, mint a félelem, a kudarctól való félelem, a kudarc kerülése. Nézzük, mit rajzoltam, mert talán ez a rajz egy picit segíteni fog mindezt megélni. Itt vagy te a jelen helyzetben. Most lánynak rajzoltalak, de ahogy mondani szoktam, lehetsz férfi is, teljesen mindegy, ugyanez történik a férfiak fejében is, és a nők fejében is, mert ez, amiről most beszélek, halogatás vagy a kudarckerülés, az egyáltalán nem kapcsolódik nemekhez. Nézd, nagyon fontos, hogy honnan érkezel a jelenbe. Vannak mögötted ugyanis tapasztalások. Lehet, hogy egy csomó jót éltél meg, és az is lehet, hogy az elmúlt időszakban egy csomó negatív hatás ért. És itt állsz a jelenben, és előtted van a jövő, vagyis előtted van mindaz, ahová tartasz. Viszont a jövőt azt nem tudjuk pontosan felmérni, még ez igazából senkinek nem sikerült, még a látóknak és a jósoknak sem, ők is maximum lehetőségeket vagy esélyeket fognak tudni latolgatni a számodra. Úgyhogy a jövőre vonatkozó terveidet majd neked kell megalkotnod. A jövőre vonatkozó tervek tekintetében azonban két végletről lehet szó, vagy nagyon pontosan megvannak az elképzeléseid arról, hogy mit szeretnél, és megvan a terved is arról, hogy mit kell
tenned. Jó, nagyon kérlek, hogy figyelj oda pontosan a szavaimra, mert nem véletlenül fogalmazok így. Nem csak azt kell látnod, hogy hová szeretnél megérkezni, hanem azzal is pontosan tisztába kell lenned, hogy mit kell tenned majd ahhoz. Milyen feladatok várnak rád. A terv az tulajdonképpen azokat a lépéseket, azokat a feladatokat fedi, amelyeket neked majd meg kell tenned, hogy az elképzeléseidet, a céljaidat, a vágyaidat meg tud valósítani. Hiába vannak nagyon klassz elképzeléseid, hogyha nincs meg a terv lépésről lépésre, hogy mit kell tenned. Elképzelheted, hogy következő 10 hétben lefogysz 3 méretet. Vagy elképzelheted, hogy megnyitod a vállalkozásodat, és már ott ülsz abban a kis üzletben, és kiszolgálod a ügyfeleidet. Elképzelheted, hogy már egy új párkapcsolatban vagy, és nagyon boldog. De mindaddig, amíg a tervek, a feladatokra, a lépésre lebontott terv nincsen előtted, addig nem fogsz tudni elindulni. Ha viszont a terv is megvan, a lépések, a feladatok is kirajzolódtak előtted, akkor mindez téged olyan mértékben fog motiválni, hogy alig várod, hogy elindulhass. Ezért, hogyha ez körvonalazódott benned, akkor ha a múltad jó volt, és a jövőbeli terveidet és feladataidat is tökéletesen látod magad előtt, ABC tervekkel, mindenféle forgatókönyvekkel, baj esetére is, akkor óriási léptekben fogsz tudni haladni előre. Ha valami rosszból érkezel, akkor ugye már vannak benned negatív tapasztalások, emiatt egy picit több benned a gát, a blokk, a félelem, sőt, a kudarcok miatt, a rossz dolgok ugyanis nagyon sokszor kudarccal járnak, a kudarcok miatt az önmagadba vetett hited is gyengébb lesz. De ha ennek ellenére a terv kikristályosodott előtted, és látod magad előtt a vágyott jövőt, akkor hiába rosszból jössz, picit gyengült önbizalommal, vagy kudarcokkal a hátad mögött, mégis képes leszel 7 mérföldes csizmában nagy léptekkel haladni a vágyott célok felé. Akkor nem lépsz előre, hogyha ez nincsen meg. Ha az ismeretlen túlságosan nagy előtted, ha még elképzelni sem mered, hogy mire is vágysz, hogy mit is szeretnél megélni, és ha az elképzelés nincs meg, és nincsenek meg a tervek, a lépések sem, akkor magad előtt csak egy hatalmas nagy ködöt, egy ismeretlent, egy szürke homályt fogsz látni. Ha jóból jössz, és a jövőddel kapcsolatban csak az ismeretlent látod, félig kirajzolódott terveket, ilyen elhomályosult elképzeléseket, akkor itt meg fogsz állni és toporogni fogsz. Mert az ismeretlen miatt a félelem egészen biztosan meg fog téged torpantani. És mindaddig, amíg a félelem nagy, de nem kristályosítod a terveidet, addig halogatni fogod a döntéseidet. És miközben itt már tök jól haladtál a jóból, a jelenben egyszer csak elkezdesz megfékeződni, és nem jutsz előre egyről a kettőre, viszont az élet és az élet változásai elkezdenek elmenni feletted. Nem csak az történik, hogy megtorpantál, hanem amikor az élet elkezd elmenni melletted, akkor az olyan lesz, mintha egyenesen visszafelé haladnál. És azt fogod megtapasztalni, hogy a lehetőségek nem csak hogy nem jönnek, hanem igazából már csak a problémák jönnek és a veszteségek. Pedig jóból érkezel. De nincs kikristályosítva előtted a terv, a jövő, az elképzelés, a cél, a vágy. Mi történik akkor, ha ráadásul rosszból érkezel? Mondjuk benne vagy egy rossz kapcsolatban, és fogalmad sincs arról, hogy hová tartasz. Mert nem mered elképzelni magadnak a boldog párkapcsolatot, hiszen a korábbi kudarcok mentén már el sem hiszed, hogy neked is lehetne benne részed. Pedig miért ne? Épp a kudarcaid mentén kellene önmagadról felfedezned mindazt, hogy hogyan is lehetne boldogan megélni egy párkapcsolatot, hogy mire is volna ott valójában szükséged. És ha nem kristályosítod ki a terveidet, a lépéseidet, akkor abszolút meg fogsz itt torpanni. És benne maradsz,
egy rossz, egy lehúzó, egy olyan kapcsolatban, amely folyamatosan viszi az energiáidat. És meg fogod fogalmazni, hogy tudom, hogy nagyon rossz, amiben benne vagyok, de nem tudok tovább lépni. És nem értem magamat miért. Azért nem, mert nincs elképzelés, nincs rögzített vágyad, nincsenek megtervezve a lépéseid, nem teszed meg ezeket, nem fordulsz a jövő felé, mert megijedsz az ismeretlentől, és a figyelmed abban van, hogy ezt a rosszat legalább ismerem, talán ennek a rossznak minden bugyrával már tisztában vagyok, kiszámíthatónak találom, és ez a rossz is jobb, mert kiszámítható, mint az ismeretlen jövő, ami kiszámíthatatlan, és ki tudja, mennyi félelemmel telve, mennyi veszteséget tartogat a számodra. Tehát akárhonnan jössz, ha innen jössz, nyilván nehezebb lesz. Ha innen jössz, akkor kicsit könnyebb. De akárhonnan is érkezel, a jövőd felé mindig arra van szükség, hogy tisztában legyél a vágyaiddal, lásd az elképzelt jövőben önmagadat, és legyenek meg a lépéseid, hogy mit kell tenned ahhoz, hogy ezt megvalósítsd. Ennél felmerülhet benned kérdés. Mi legyen a terv? Mit kell tennem ahhoz, hogy vállalkozást alapítsak? Mit kell tennem ahhoz, hogy elváljak, és legyen egy új párkapcsolatom? Mit kell tennem ahhoz, hogy lefogyjak? Hogyan kell diétáznom? Mit sportoljak? Vagy mit kell tennem ahhoz, hogy rendet rakjak a sarokban a kacatok között, hogy az említett példákhoz nyúljak vissza? Ha nem tudod, hogy mi a teendő, ha magadtól nem tud összeállni a terv, akkor figyelj, és kér segítséget. Menj szakemberhez, vagy gyűjts információkat. Tehát tulajdonképpen leszögezhetjük, hogy minden halogatás oka az, hogy az ismeretlen ködében a félelmeid miatt a veszteség tudatod elural téged. Erre pedig egyetlen megoldás van. Informálódni, hogy tervezni tudj, és az elképzeléseidet pontosítani, hogy ezek mentén, ezek irányába elindulhass. Szóval, ha ez itt pozitívabb, jól kidolgozott, és jobbat ígér, mint amiből jössz, akkor egészen biztosan el fogsz tudni indulni. Hiszen itt akkora prioritás van, akkora érvek vannak, hogy az Isten se állíthat meg téged, akárhonnan jössz. Ha viszont ez nincs, csak az ismeretlen, akkor akárhonnan jössz, nem fogsz tudni elindulni. Viszont a megtorpanásból, ha itt túl sokáig várakozol, visszatekintesz, és másokra hárítod a döntéseidet, akkor nem nagyon fogod tudni felvenni a világgal, a körülményekkel, az életváltozásaival a lépést. Azt kívánom neked, hogy ezek körvonalazódjanak ki benned minél előbb, minél alaposabban, és tudj elindulni a vágyott élet, a boldogságod felé. Köszönöm szépen, hogy itt voltál velem, köszönöm a figyelmedet, tarts velünk önismereti kurzusainkon is, sok szeretettel látunk személyesen, vagy élő online közvetítéssel. Szeresd be otthonra önismereti könyveinket is, és juss felismerésekre otthon kényelmesen magadról. Vagy csatlakozz itt a YouTube-on az exkluzív haladó önismereti csatornánkhoz, ahol további tartalmas önismereti videókkal várunk téged. Itt a YouTube videóim alatt találsz egy fehér keretes kék gombot csatlakozás felirattal, amire kattintva a YouTube fog téged elkalauzolni a csatornánkhoz. Ezt a gombot csak akkor látod, hogyha bejelentkeztél a YouTube fiókodba, hiszen ez alapján fog tudni téged a YouTube rendszere azonosítani. Tarts velünk, ott is szeretettel látunk. Most pedig elköszönök, kívánok sok sikert, jó egészséget, jó sok pénzt, szeretetet, szerelmet, boldog párkapcsolatot, és mindent, amit magadnak kívánnál még.